Jó reggelt kívánok 2021. október 13-án, szerdán. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, te készítettél hétköznapokat és ünnepeket az életünkbe. Vannak olyan napok, amikor megállhatunk, visszatekinthetünk és előre, van, amikor magaslatokon hordozol, és van, amikor mélységekben. Köszönjük Istenünk, hogy Te tudod, mikor mire van szükségünk, még akkor is, ha ez nem mindig esik jól nekünk. Kérünk, Te áld meg ezt a mai napot, hogy sikerüljön az iskolának, a tornatermének az átadása úgy, hogy az valóban a Te dicsőségedet szolgálja. Most pedig, ha kedves Te erőtted, akkor szólíts meg minket a Te igéd által, az Úr Jézus Krisztusért. Szent Lélek Isten, légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom. Pál apostolnak a Tesszalonikabeliekhez írt első leveléből, a második részből, a 17. verstől a 20. verssel bezárólag a következőképpen. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én, Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, nem akármilyen dicséretet ad Pál apostol a Tesszalonika belieknek. Azt tudjuk jól, hogy amikor ott jár a második missziói út során, akkor nem sok időt töltött, 3 szombaton át magyarázza, hogy Jézus a Krisztus. És utána elüldözik onnan. Nem egy olyan hely, ahová annyira nagyon vissza kellene, hogy vágyjon az embernek a szíve. Valami mégis annyira megfogja Pált, hogy azt mondja, szinte elragadtatva, hogy ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk, reménységünk, koronánk. Miért mondja ezt? Mert valamit fel tud mutatni, hogy a szolgálatának ez az eredménye. Hogy az Úr Jézus Krisztus által vannak megtért emberek. Mert nem az épületek a fontosak, nem az, amit fizikailag lehet építeni, hanem a lelki épülés. 3 szombaton át van ott, lázongás tör ki ellenük, jászón az, akinek kezességet kell adnia értük, és úgy tudnak tovább menekülni. Mégis ennyire fontos neki. Nem baj, ha olykor Pálnak az emberi arcát is láthatjuk. Pontosan erről beszél egy kicsit a mai magyarázatában Steinbach püspök, amikor azt mondja, hogy Pál érzelmi kitárulkozása kapcsán el kell mondani, hogy az érzelem önmagában labilis és bizonytalan. Isten mégis gazdag érzelem világgal áldja meg az övéit. Akkor, hogyha szolgálatba állít lelke vezetésével. A hit érzelmi gazdagság nélkül embertelen. Igen, szükség van az érzelmekre, az olykor sivár kereszténységünkben, hogy ne legyen kellemetlen, rideg vagy szigorú. Persze van, amikor máskor ezeket az érzelmeket szégyeljük és elfojtjuk, és van, aki pedig rajongva zúdítja a másikra. A kettő között kell megtalálni a helyes egyensúlyt. Pál, mint szent lelkes ember, az áldásként fogadó emberek előtt az érzelmeit feltárja. De ebben a kitáralkozásban és a krisztusi szeretet munkálkodik. Ez nem követel, nem rátelepszik a másikra, hanem áldássá lesz. A sivárság és a ridegségben. Csak Istentől készített körben élhetünk ezzel a lehetőséggel, de a mai ige arra buzdít, hogy az Istentől készített alkalommal ne féljünk kimutatni az érzelmeinket, másokat is bátorítva erre, és végképp ne hagyjuk válasz nélkül mások felénk való ilyenfajta őszinte közeledését. Pál személyes vallomásában nem csak lélek által vezetett szeretet tárul fel, hanem reménység is, amelyen megnyugvásban tudomásul veszi azt, hogy amikor el kellett menekülnie Tesszalonikából, akkor ez a találkozás az első és az utolsó is volt ebben a földi világban, hiába akart újból és újból visszamenni, nem nyílt erre már lehetőség. Ebből meglátjuk, hogy az apostol érzelmi élete mennyire az Úr kordájában állt. Vágyakozott arra, hogy személyesen találkozzon a tesszalonikaiakkal, de mégis elfogadta az Úr döntését,
és tudta, hogy majd az Úr színe előtt fognak találkozni. Jézus Krisztusban miénk a viszontlátás reménysége, és Pál nem keseredik meg, nem lesz depressziós, az öröme végig megmarad. Pálnak ez a személyes kitáralkozása egy fontos tanítást tartalmaz, mert nem a körülményeket okolja azért, hogy nem jött létre ez a találkozás. Tudja, hogy a gonosz nagy akadályozó, aki mindig közbe akar ott szólni, ahol Isten lelke munkál. De soha nem a gonoszé, hanem mindig az Úré a végső szó. Ezért nem szabad elfelejtenünk, hogy nem test és vér, nem emberek ellen van tudakozásunk, tusakodásunk, és nem külső körülmények ellen, hanem az Isten ellensége ellen. Ráadásul a mi Istenünk érző Isten. Olyan, aki együtt szenved velünk, amikor valami olyan ér bennünket, amely befolyásolja az életünket, ő tisztában van vele, ő képes együtt örülni és együtt szenvedni velünk, együtt érző Istenünk van. Ezt így fejezi ki az idegen szó, szimpateó, együtt szenvedni. A szimpátia szavunk ebből származik, igenis nekünk szimpatikus Istenünk van. Olyan, aki hajlandó együtt szenvedni velünk, hajlandó együtt érezni velünk örömben és bánatban, sikerekben vagy éppen kudarcokban. Ezért olyan nagy reménység, amit Pál itt leír, ezért olyan nagy öröm, amikor sikerül valamit jót tenni. Adja Isten, hogy a mai napon eszünkbe jusson, hogy Isten velünk együtt örül, és velünk együtt szenved, és ez arra sarkaljon, hogy tudjak én is a másikkal, ha kell örülni, ha kell szenvedni. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy te nagyon jól tudod, hogy mi van a szívünkben, mik az indítékaink, és mik a gátló tényezők. Köszönjük Istenünk, hogy véletlenek még véletlenül sincsenek az életünkben. Kérünk téged, hadd tudjunk bármely körülmények között a tieid maradni, és olyan életet élni, amit te vársz tőlünk. Köszönjük a csodákat, amelyeket kirendeltél az életünkben. Köszönjük, amikor fizikailag is épülhet valami, és átadhatjuk. De kérünk, Urunk, a te szent lelked legyen jelen. Adj megtérőket, akik megszentelt életükkel bizonyítják azt, hogy valóban a tiéd. Így kérünk, Urunk, hogy te küldj munkásokat a te aratásodba, a misszióba, akik továbbadják a te szeretetedet, a te ígédet. Légy kérünk ezen a mai napon is, mindazokkal, akik tőled várnak segítséget, különösen is a betegségben lévőkkel és az elgyengültekkel, nem is tudnak máshonnan segítséget kapni, mert egyedül te vagy az, akiből élet árad. Így kérünk, Istenünk, hallgass meg ma is minket, és legyen meg mindenben a te akaratod. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!